különös tehetségeddel elértél egy olyan elismerést, mely csak a legkiválóbbaknak adatik meg. A Proúrbe díjas művész a Magyar Állam Népművészetek Mesterének járó díjat is elnyerte. Hosszú élete során a II. Világháború eseményei, a kaszárnya mindennapjai, a frontszolgálat és a visszavonulás annyira meghatározó élmények lettek számára, hogy erotikus meséi mellett legszívesebben az anekdotává, tréfás mesévé csiszolt igaz történeteket adta elő. Solymosiné Viktória, a Topolyai Solymosi Kiadóház vezetője szerint Cérna Miklós az élet viszontagságaiból és szép pillanataiból merített, ihletett meséi megfogalmazásához. Juhász volt, földművelő ember volt, de a Burány doktor úr meghallotta a meséit, és ő ajánlotta aztán is, és az ő segítségével tudott megmutatkozni a Miklós bácsi. Tehát ismerték meg nagyon sokan, és sok-sok örömet okozott más embereknek. Az adorjáni származású művész az élményekből, tapasztalatokból és fantáziából nyerte ihletét. Epikus meséi előadása motorikusok voltak. Gesztusokkal, mimikával, testmozgással egészítette ki őket. Az egyszerű földműves gyerek sohasem hagyta el a földeket, de meséi messze eljuttatták a művészt. Hosszú élete során igyekezett a fiatal generációknak is átadni tudását. Kiállt a magyarsága mellett is. Az elsők között vette fel a magyar állampolgárságot, miután az lehetővé vált a külhoni magyarok számára is.